A szép korúakat köszöntötték. Nóta műsor volt az ajándék. Vidám színdarab a déli néven. Tisza Dezsen is köszöntötték az időseket. Jó estét kívánok! Önök a nagymunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. október 5-én 18 óra 5 perckor. Az idősek világnapja alkalmából ünnepi műsorral kedveskedtek a szépkorúaknak a Zoltva úti idősek otthonában. Hodos Bálintné igazgató megköszönte az önkormányzat támogatását, segítségét, mellyel biztosította az elmúlt 9 hónapban a folyamatos ellátást és a biztonságot a szépkorúaknak a családjukkal való kapcsolattartásban is. 9 hónapig nem jelentett be hozzánk senki, mindig csak a szabályoknak megfelelően. És az idősek otthonában az, hogy önök ide jöttek hozzánk, az egy nagyon nagy bizalom, én úgy tudom, az önök részéről is, hogy minket választottak, és a családok részéről, a hozzátartozók részéről, hogy megbíztak abban, hogy önöket ide helyezték. És nyilván ez egy nem egy könnyű döntés, és ennek ellenére ebben még jött a koronavírus, ami megnehezítette ezt a kapcsolatot. De ennek ellenére mindent, ami a szabálynak megfelelő, próbáltunk megoldani, hogy tudják tartani a családokkal a kapcsolatot. És ehhez a Karcagváros önkormányzata, polgármester úr a mindent megtett azért, a képviselőtestület, hogy mindent megkapjunk, hogy önök itt biztonságban legyenek. Megköszönte kollégái munkáját is, melyet augusztus 20-a alkalmából a karcagi önkormányzat és a megyei önkormányzat is szociális díjjal ismert el. Jó egészséget kívánt az ellátottaknak, és sok szép élményt még az idősek otthonában. Szeretném megköszönni polgármester úrnak, hogy megkaptuk a képviselőtestületnek, hogy megkaptuk a Karcagvárosért egészségügyi és szociális díjat, és szintén megkaptuk a Jászlóson-Szolnok megyei közgyűléstől a dolgozóink a Szolnoki megyei szociális díjat. És ezzel elismerték a dolgozóinknak a munkáját, és ezt nagyon szépen szeretnék megköszönni. Szepesi Tibor polgármester a város nevében köszöntötte az időseket. Egy kiemelten fontos nap, de azt gondolom, hogy az év napjai közül csak jelentőségében kiemelkedő, hiszen nem csak egy napon kell az idősekkel foglalkozni, hanem az év minden napján. Ahogy mondtam a köszöntőben is, gyakorlatilag mindent nekik köszönhetünk. Apáinknak, nagyapáinknak, dédapáinknak, dédnagymamáinknak, mindenkinek, aki előttünk járt azon az úton, amelyet majd mi is egyszer be fogunk járni, hiszen tőlük tanultunk mindent, tőlük kaptunk mindent, tehát vigyázni kell, óvni kell rájuk, és hát azt a derűt, azt, amit sugároztak itt a mai napon is a Nóta műsor közben, azt azért azt gondolom, hogy ráfér mindannyiunkra, és talán ez a legfontosabb, amit el kell lesni tőlünk, és meg kell tanulni, és alkalmazni kell, hiszen mindig derűsek, mindig a jövővel foglalkoznak, még mindig, és szerintem ez a legfontosabb számukra is. És hát ahogy itt elhangzott, azért az önkormányzat is elismeri az itt dolgozók munkáját, viszont a jobb körülmények érdekében sok-sok pályázatot is beadtak. Itt hallottuk, hogy újabb 8 sikeres pályázata van az intézménynek. Természetesen folyamatosan foglalkozunk úgy, ahogy az eddigi önkormányzatok is folyamatosan odafigyeltek arra, hogy azokat a körülményeket, azokat a lehetőségeket, legyen az épületfelújítás vagy programok szervezése, folyamatosan figyelnünk kell, meg kell írnunk ezeket a pályázatokat, és hát természetesen nem csak a pályázati forrásból, hanem amennyire erőnkből telik saját forrásból is ezekre a feladatokra mindenképpen áldozni kell. Nem csak azok a pályázatok és azok a programok, amelyek kimondottan az idősekhez kapcsolódnak, hanem azt gondolom, hogy azoknál a felújításoknál, azoknál az elképzeléseknél, projekteknél, ahol bármilyen formában is az idősek, az előttünk járó generációk problématikájával foglalkozni kell, azokra folyamatosan oda kell figyelni. Legyen ez egy járdafelújítás, hiszen meg kell teremteni, hogy ők is föl tudjanak menni azon a járdaszegélyen, a kerékpárút felújításnál, azoknál a piacon elhelyezett eszközöknél, tehát folyamatosan figyelni kell azt, hogy
hogy ne csak egy korosztály, hanem minden korosztály tudja azt használni, tudja azt hasznosítani. Az Idősek Világnapja alkalmából ünnepi műsorral kedveskedtek a Szépkorúaknak a Varró úti idősek otthonában, az önkormányzat ajándékaként Karcagi Nagy Zoltán nótaénekes adott műsort. Az ünnepségen részt vett Hubay Imre, a megyei közgyűlés elnöke is. Hodos Bálinné igazgató megköszönte az önkormányzat támogatását, segítségét, mellyel biztosította az elmúlt hónapokban járványügyi helyzetben is a folyamatos ellátást. A biztonságot a Szépkorúaknak, amely révén családjukkal is tudták tartani a kapcsolatot. Nagyon sok segítséget kaptunk, hiszen 9 hónapig nem lehetett ugye látogatni is a hozzátartozókat. Megvoltak mindig a szigorú szabályok, hogy mikor, milyen módon jöhetnek be a hozzátartozók. Nyilván nagyon sok volt a telefonos kapcsolat, és utána, amikor már lehetett látogatószobát nyitni, akkor látogatószobát nyitottunk a Zöldfán, akkor rengeteg adományt kaptunk, nyilván a Karcagváros önkormányzattól, a Magyarország kormányától, fertőtlenítőszereket, maszkokat, és ez nagyon-nagyon segítette az intézmény munkáját. Nagyon boldogok vagyunk, hogy most az idősek napját megünnepelhetjük, hiszen tavaly zárt kapukkal ünnepelhettük az idősek otthonát a járvány miatt, és most ez a lakóknak is, és a hozzátartozóknak is nagyon nagy dolog, hogy külső vendégeket meghívhatunk, és eljöhetnek hozzánk a vendégek. Szepesi Tibor polgármester az önkormányzat nevében köszöntötte az időseket, akikre nem csak ezen az egy napon, hanem az év többi napján is odafigyelnek az otthonban. A Szépkorúaknak megköszönte mindazt, amit nekünk átadtak, hiszen ezt a mai fiatalok viszik tovább, és majd átadják ők is az utódaiknak. Karcagi Nagy Zoltán nótaénekessel beszélgettünk itt, hiszen délelőtt már láttuk, hogy fergeteges hangulatot varázsolt az időseknek, most pedig itt vagyunk a másik idősek otthonában. Nagy öröm ez, gondolom, önnek is. Igen, én is szeretettel köszöntöm a kedves idős lakókat. Idősek világnapját ünnepeljük mostanában, most ez a módi, egyébként vidékre is több helyre ezzel kapcsolatosan van meghívásunk, viszont nagyon szívesen teszek eleget annak, amikor ide Karcagra az idősek szociális otthonába kapok meghívást. Most polgármester úr ötlete volt, hogy a köszöntőt, az ő köszöntőjét, a lakók műsorát egészítsük ki egy nóta, magyar nóta műsorral, zenés műsorral, és hát úgy, ahogy említette Erzsike, odakint a Zöldfa úti otthonban már megtörtént délelőtt, hát igen, nagyon jó hangulat kerekedett. De azt hiszem, hogy ez önnek is egy kis feltöltődés jelent ilyenkor, amikor ilyen visszajelzést kap olyanoktól, akiknek ön jelenti most tulajdonképpen a kapcsolatot a külvilággal. Természetesen nekem is feltöltődés, de milyen feltöltődés nekik, hogy hetekig, hónapokig emlegetik utána azt, hogy de jó volt, de jól éreztük magunkat azon a klub délutánon, vagy az a idős napi rendezvényen, úgyhogy ott kint is, meg itt is egy-egy CD-t hagyok itt ajándékba, hogy még emlékezetesebb legyen, és igen, én is, hát mivel szeretem is csinálni, amit csinálok, szeretem az éneklést és a műsor adását, ezért nekem is egy nagyon kellemes érzés, és én is itt jól érzem magam. Az önkormányzat az Idősek Világnapja alkalmából egy vidám színdarabbal kedveskedett a Dérinék Kulturális Központban a közönségnek. A Falu Rossza zenés színművet nézhették meg a Szépkorúak a Dérinék program hozzájárulásának köszönhetően ingyenesen. Az előadás előtt Szepesi Tibor polgármester köszöntötte a jelenlévőket. A 2020-as évi adatok szerint városunkban közel 5000 fő 60 év felüli, mely a teljes állandó lakosság 24%-a, vagyis egynegyede. Az idősek és az itt ülő szépkorúak generációkon keresztül hordozták és örökítették tovább azokat a tapasztalatokat, hagyományokat, amelyek apáról fiúra, anyáról leányra szálltak. Önök azok, akik előttünk járnak a nagy országúton, azon az úton, amelyen apáink, nagyapáink, dédapáink és őseink jártak a világ kezdete óta. Önök azok, akik az időskor bölcsességével már helyre tudják tenni a dolgokat. Önök még ismerik az erkölcs kiratlan törvényeit, örökségként ezt hozták családjukból. Önöktől örököltük meg ezt a települést, önöktől tanultuk meg a nyelvet, amellyel szót értünk egymással. Kemény munkával kerestek benne kenyeret,
építettek benne hajlékot, és neveltek gyerekeket. A mi világunk önökkel, apáink, anyáink, nagyapáink, nagymamáink életével, munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Mindennapi munkánkhoz elődeink példáiból meríthetünk erőt, hitet és bátorságot. Amikor eljött az idő, azt a stafétabotot, amelyet szüleinktől kaptak, a mi kezünkbe adták, de a bölcsesség az önök szívében van. Ha tehetik, mondják el unokáiknak, dédunokáiknak, tanítsák, neveljék őket, mert ezek a tanácsok érnek majd hasznos tettek ki. Jó lenne, ha az év minden napján ugyanilyen figyelem és szeretet övezné a szép korvakat. Ne szégyeljék ráncaikat, hiszen a ránc az a hely, ahol a mosoly lakozik. A mosolygós arcú idősektől pedig a mi napjaink is szentek lesznek. Nekünk, akik ma még aktívan dolgozunk, az is egyik feladatunk, hogy idős embertársaink számára olyan életkörülményeket biztosítsunk, amely lehetővé teszi számukra az öregkorhoz méltó derűs életet. Tudjuk, érezzük, hogy az idős embereket tisztelnünk kell. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásunkat, támogatásunkat, szeretetünket és nagyra becsülésünket. Kívánom, hogy valamennyien járuljunk hozzá a nemzedékek közötti, illetve a családunk belüli emberi harmónia, odafigyelés, közösségi gondolkodás és összetartozás megteremtéséhez, mely idős embertársaink szívét melegséggel, békességgel tölti el. Őszinte tisztelettel kívánom, hogy derűsen és jó egészségben a család nyújtotta örömökkel töltse a pihenés éveit, városunk minden szépkorú lakója. Tisza Derzsen is köszöntötték a szépkorúakat. Az időseket köszöntötték Tisza Derzsen is, ahol finom ételek, jó hangulat és színpadi műsor szórakoztatta a vendégeket. Isten éltesse az időskorúakat Turkevétől Karcagon át Tiszafüredig, áll F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő közleményében. Idén novemberben 80 ezer forintos prémiumot fizet ki a kormány a nyugdíjasoknak. Lett volna 435 ezer olyan ember, akik egyéb okokból kevesebbet kaptak volna, de idén számukra is képesek vagyunk kifizetni ezt. Lesznek olyanok, akik az infláció korrekciójával együtt 100 ezer forintos kiegészítést is kaphatnak, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták, riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!